Na szevasztok srácok, én Dino vagyok, ez pedig a GTA San Andreas, és a mai részt arra szánom, hogy összegyűjtjük Las Venturasban a patkókat, ami nem egy olyan, hát ördöngős dolog, ugyanis egyszerűbb, mint a graffiti vagy a fényképezős, hát ez egy nagyon-nagyon minimális izé, ilyen gyűjtögetni való. Van egy-kettő, ami ugye el van rejtve, ezért is megyek most per pillanat jetpackkel, mert ezzel föl lehet menni ilyen magasabb házaknak is a tetejére, vagy például... Hát igen, na majd mindjárt meglátjátok. Rögtön jövünk is ide az első... Jajajaj, eldumáltam az időt. Mert ide kell jönnünk, itt van az első patkó, amit be kell gyűjtenünk. Így van, ez az egy. Bármint ez az első. A második az nem is kell túl sokat menni. Egészen csak ide be a háznak az oldalához. Ahol majd itt fog kukucskálni ránk a patkó. Hello! Hello patkó! Meg is van, ez volt a második. Harmadikhoz csak átruccanunk ide. Megint így, torony irányt ahogy vagyunk, egy picit kitérünk, azért nem menjünk neki itt a villanyoszlopnak. Itt lesz a patkó, az ablakban. Ha így van, ha minden igaz, de igaz, és meg is van. Szóval ez volt a harmadik. A negyedikhez jövünk egy picit följebb. Nem is kell túl sokat jönni, itt lesz a medence szélén. A medence szélén ott van. Így van. Megvan a negyedik. Megint megyünk tovább, ugyanígy egyenesen. Itt jobb oldalt az utolsó részbe. Itt lesz az ötödik. Van, na most kell egy kicsit tovább mennünk. Egészen addig a gyárig, ami ott van előttünk. És majdnem megint így torony iránt, ahogy állunk, úgy lesz bent a patkó. Hát balról lesz egy fal, és akkor jobbra, amúgy be lehet menni motorral is, vagy bármilyen autóval. Egyedül, hogyha inkább motorral gyertek, hogyha jöttök. De persze itt a jetpack is, ami egy nem rossz dolog. Motorral innen indultak, onnan a... egészen a betontól, és akkor itt nyomtak egy ugratást. Hát ide a kék-piros láda közé fogtok érkezni valahogy. Ha ügyesek vagytok, hanem hát akkor meg lehet, hogy tovább szálltok, aztán soha nem álltok meg. Na de viccet félretéve, már is itt vagyunk a hatodik patkónál. Ami nem enged oda a fal. Így van, megvan a hatodik. Megint elindulunk. Ugyanígy egyenesen jövünk a hetedikhez. Itt vannak ezek a boltok, ott jobb oldalról láthatjátok, de nekünk nem kell odáig elmenni. Ugyanis innen bal oldalról támadjuk be a dolgot. Jajaj! És a patkunk itt fog ránk várni. A sarokban. Ez a hetedik. Nyolcadik. Megint jövünk így egyenesen. Ott, ahol van ez a gitár alakú fő medence. Oda kell mennünk. Ott lesz benne a vízben. Ha jól tudom, itt van egy osztriga is. Nem, osztriga... De ott az osztriga is. Jó. Jó, hogy nem vettem föl, nem akartam fölvenni. Nyolcadik. Na, kilencedikhez. Picit elforgolódtam. Elindulunk erre följebb. Mindig kiszalad a szám, mikor ennyi dumálok. Kilencedikhez följövünk egészen ide. És itt, ahogy vannak jobb oldalt a garázsok. Garázsok vagy garázsok? Na mindegy, garázsok. Itt lesz bent a sarokba. A kilencedik. Így van. Le se szállunk nagyon. Szóval megyünk tovább. Mert a tizedik. Meg itt lesz bent. Így is van. Már megvan a tizedik. 11. Ahhoz át kell jönnünk egészen ide. Hát igazából ide nem biztos, hogy fel tudtok jönni. Ott mondjuk a helikopterre fel tudtok jönni, hogyha szerencsétek van. De hát ez van, amikor itt van, valamikor nincs. Jajaj, csökken a magasságunk. Nyomjad neki CJ, küldjed azt a gázt. Így van, szépen itt a szélibe föl lehet jönni. Nyomjad, nyomjad, ez az. Így van. És itt, jajaj, itt van a 11. Na most 12. Hogy állunk? Így állunk. Erre kell mennünk. Itt lesz pont alattunk. 12. patkó. A
ha minden jó megy, nem. Ezt benéztem, gyerekek, ezt benéztem. Pedig az is valahol itt van. Vagy nem itt van? Itt van alatta? Hopp, itt is. Itt van, itt a 12. Jó. 13-hoz megint nem kell túl sokat mennünk. Eljövünk egészen ide. Nyugi, 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 CJ. 13. Na, 14. Hát, megint utazunk tovább egy picikét. 16. Na, 14-hez. És itt is lesz velünk szembe. Így van, ez volt a 14. 15. Átugratunk ide. Még egyet. Ő pedig ott lesz velünk szembe. Nem. Kívülről nem. Hát igen, azért van egy-kettő ilyen srácok, ami ilyen megtréfálós. 60 a kis genya. Nem is bírom így fölvenni, nem baj, akkor bemegyünk oda hozzá. Jó. 15. Na 16-hoz. Azt már mutatom, hogy könnyebben én is eltalálok oda. Jövünk egy picit bal oldalra. Ez... most nem is tudom, hogy a izéknél lesz. Ott a tetőn. Vagy mögötte. Én úgy emlékszem, hogy ez a bizony a tetőn. 16. 17-hez. Kicsit erre kell mennünk. Az irányokat nem tudom, srácok, úgyhogy bocs. Észak, nyugat, vagy kelet, vagy mit tudom én. Csak jövünk, az kész. 17. Kélek szépen titeket. Annak valahol itt kéne lennie. Meg is van. Így. Na, ez volt a 17. 18. az jó irányba vagyunk. Csak át kell röffennünk ide túloldalra. És ha minden igaz, itt vár minket a patkó. Patkó. Ott vár minket a patkó. Mi jobb? 18? 19? Megint ismételten nem kell túl sokat menni, hát ez egy ilyen gyors izé lesz. Azért is mondtam nektek, hogy nem kell túl sokat ezzel bajlódni. Hamar össze lehet gyűjtögetni őket. Kivéve ezt az 1-2-t, ami így el van kajlódva. Itt a 19. Így igaz. Na! Akkor jöhet lassan már a fekete leves, mert még azért van 1-2. 20. Erre állok arccal. Erre kifelé? Vagy merre van kifelé? Várjatok már így közben, így nem tudom magam bekoordinálni. Erre. És az meg? Arra kéne, hogy legyen. Meg kéne tanulnom ezt a térképet is használni, amúgy így a... Jó van. Észak. Vagy észak-dél? Jó. Na majd egyszer csak. Bár már mondjuk már nem tudom mióta játszok. Amióta kijött a GTA? Ja nem, mert én akkor még nem tudtam. Hát utána egy 3-4 éve. Azóta küldöm, verem, fú, kenem neki állandóan. Jaj, bocsika. És 21-hez megint nem kell túl sokat menni. Ugyanis, itt lesz az egyik háznál. Nem. Ennél sem. Ja, itt kell, hogy legyen. Itt kell, hogy legyen, és azt hiszem ez nincs is annyira eldugva. Ne lehessen olyan könnyen megtalálni. Patkócska. Pubizdu. Nem, akkor a másik felénél. Na, itt van. Itt van, megvan a 20. Nem, 21, bocsánat. 21, hát igen. Annak bajok még. 22. Átjövünk a röptére. Ott lesz egyből kettő. Várjál. Itt van egy mindjárt, itt a kapu, vagy a kerítésnél.
Egy lesz, nem, akkor három lesz, bocsi. Három patkó lesz itt. Itt nincs légvédelem, remélem. Mondjuk repülőtéren miért lenne légvédelem. Meg is van, úgy van. Fölveszük közben ezt a golyóálló szerzőtest is. Jó. A másik itt lesz rögtön az út mellett. Vagyis a felszálló pálya, bocsi. Itt van, tőgáz vissza. Így van, megvan a 23 kapar, CJ kapar. 20... Hülye vagy! 24. Pedig len valahol... Valahol itt lesz... Valahol... Itt van! Itt van, CJ! Ez az, ez az, ez az. Megvan a 24. 25-hez nem kell megint nagyon messzire menni, itt velünk szembe pont. Egy ilyen kis tónak a közepén lesz. Vagy nem is biztos, hogy ott van tó, hanem ilyen csak valami, hát mit tudom én, mindjárt meglátjátok, srácok. De szép, Las Venturasban mindig ez a lilás izé van, felhő. Tök jó néz ki amúgy, nekem nagyon tetszik. Nem is tó, itt nincs is tó, miért emlékeztem én itt tóra. Na mindegy. Hát, fakul, fakul azért a... memória. Jövünk följebb. Várj, már megint nem tudom merre vagyok arca, az ott van éjszak. Akkor erre. Nem, erre. Ugye? Jó mondom, mert erre már visszamegyek, igen. Akkor erre. Ez pedig... ennek a háznak a... nem a tetején, de majdnem. Nem itt a földön. Megvan a 26. 27-hez még föl se kell szállnunk nagyon. Ja, de muszáj, mert itt kerítés. Ez az. És itt lesz az egyik. Nem? Nem? Túloldalon? Igen, itt van. Így van. Megvan a 27. 28. Megint össze leszek kavarodva, nem fogom tudni, hogy merre vagyok. Huszonnyolcadik. Nem, akkor a másik oldalt. Ugye? Valószínű, ott van fönt. Nyomjad neki balra. Megvan. Na, nincs meg, megvan. 28. 29-hez. Át kell mennünk ide a híd alá. Nem ott fogunk élni, nyugi srácok. Csak felveszük, amikkel aztán jövünk is. És egészen az első pillérig kell elmennünk. Ha emlékezetem nem csal. Ezt felvenném, de nem tudom. Megvan a 29. 30, megint csak egyenesen, most egy kicsit többet kell utaznunk. De ez sem olyan drasztikus. Egészen ide be a városba. És most itt a házak között elméletileg itt fog lapulni egy patkó, ott van, megvan. Ez a 31, 30, bocsánat. Akkor megint nem kell túl messzire mennünk, ugyanis a 31-dik, meg úgy szintén itt a házaknál. A házaknál valahol, valahol. Itt kell, hogy legyen. Nem? Akkor szemből jövünk. Itt sincs. Pedig ennek itt kéne lenni. Túljöttem. Idáig kellett volna csak jönni. Mert az a ház, az már... mondjuk másik utca, az tény és való, de... na mindegy, hát most végigmegyek itt, ezen nem veszünk semmit. Maximum égek egyet, hogy itt nem tudom memorizálni a dolgokat. Nézzétek már meg, srácok, hát nem hiszem el, hogy nem tudom, hogy hol van. Hát itt kell lennie. Tudom, hát tudom, hogy itt kell lennie, de nincs itt. Mi a nyavajáért nincs itt? Hol vagy, kagyló? Megbeszéltük, hogy a szökőkútnál. Ó, valami harapja a lábamat, az anyáját.
De itt is van egy. Megnézzük. Most már vala... Itt kell lenni a házak között amúgy. Olyan jó, el van dugva, hogy... Ne. Hát téged kerestelek, édesapjáé. Megvan, 31. Merre jöttem most? Most arról jöttem? Igen, arról jöttem és arra kéne menni. Akkor 32. Bevesszük a város felé az irányt. Ó, még a lábújam is görcsöl. Na mi van már? Ennek a... Hát... milyen tetősház ez? Nem tudom. A tipikus japó tető. Ide följövünk, ez a kaszinónak a teteje, ha minden jó megy, és igazam van. De, jujjujjuj. Ott is van. A kis gazember, megvan a 32. Jajaj. Így van, 33, megint csak átlép bennünk ide a szomszédba. És ez pedig... Ha jól tudom... Ott van bizony, ott van a genya. Na cső, 33. 34. Visszareplünk egy kicsit el ide a pusztaságba. Egészen a, hát ez ilyen csomópont után, oda a házig. Nem kell túl messzire menni, jetpacker azért egy egyszerűbb a dolog, mert csak fogjátok, felveszitek, az cső. De le se kell venni, mert nem motorról felszállt, lezállt, az cső, izé. Meg minden jaj. Nem is a házig kell menni, nem? Nem hát. Én vagyok itt a hülye. Na. Ez volt a 34. Ajajajajaj. 35. Ez viszont most tényleg át kell menni amoda. Azt pedig. Valahol itt lesz megint a töltő állomásoknál. Lesz van túl, vagy CMTA-ba itt rakják fel a kocsikat, nem? Le van minden kerítés, ez van, jól emlékszem. Na, 35. Figyeljtek meg, túloldalon lesz. Úgy szokott lenni, ez ilyen Murphy törvénye. De, jó van. Kidobtátok a szemétbe? Szemetek. Megvan a 35. 36. Most kell visszamennünk, mondjuk az előbb fölvehettem volna, mert ott voltam mellette. Nem mondom az olyan sorba. Julius. True waste me. Camelot. Ilyen nevek vannak, ki se tudom mondani a felét. Mondjuk én olyan nagy angolos vagyok, hogy aztán fő. Szó se róla. Na, de mindjárt itt is vagyunk. Átrepülünk itt a Disneyland között. És ez meg... valahol... Itt van. Így van, 36. 37-hez nyomunk egy jobbost, hogyha fel tudunk itt szállni. Föl. Igen. Hát itt a jó öreg piramisunk tetején, ahova a motorral szívesen ugráltunk föl régen. Így van, 37. Ehhez se kell, vagyis a 38-hoz se kell sokat menni. Ide is motorral fel lehet zsasszázni. 38. 39. Pedig itt kéne, hogy legyen. Nem. Nem. Várjatok, mert közben gyorsan kalimpálok, akkor eltűnik. Észre sem veszem. Na már megint keresgélős. Igen, hát akkor átvizsgálunk minden tizetesen. Itt sem úgy tűnik, mint hogyha lenne. Mondjuk megnézhettem volna mellette is először. Kiszűrve azt, hogy nincs ott. Vagy ténylegesen ott van. Hát itt nem is... nem... na. Nézd már, hát beszélni nem tudok. Nem igazán úgy fest, hogy itt van. Jó, jövünk akkor a következőhöz. Na, itt már lehetségesebb, hogy itt lesz.
De nem, ez nem az akar. Oh, te sunyi disznó. Meg is van, 39. Jó, hát az 50. 40. Molotov nem kell amúgy. Jó kis izé, de nem. Nincs rá szükségletem. Így van. Megint nem jöttünk ugye túl messzire. Hihetetlen. Viszont ennek... Várjatok, eltévedtem. Itt a piramis. Én meg innen jöttem. Ugyebár? Akkor nem jó irányba jöttem megint. Nem is én lennék, hogyha egyszer jó irányba mennék. Parkolóház lesz az. És akkor nem, másik sarok. Persze magas helyre, hogy még véletlenül se tudja fölvenni az óvatlan ebben. Nem. Akkor ez lesz benne, srácok. Jaj, emelkedj már, CJ. Nem? Nem úgy tűnik, hogy ez lenne az. Valamelyik sarkában itt fog lapulni, amit mi nagyon keresünk. Megnézem itt fölöttem is, de itt már jártam az előbb. És nem úgy festett, mint hogyha itt lenne. Nem? Hát itt sem egészen úgy tűnik. Akkor a másik sarka. Vigyázzam, hogy bevárd a fejed, CJ. Elrepülünk egészen oda. Vagy ide, vagy oda. És akkor itt megnéztem, ugye? Igen, itt néztem a tetején. Itt néztem. Már nem tudom, már néha úgy bekavarodok én is saját magamtól. Persze viszkesen még az órom is. Jó van az. Akkor, ja persze, hát erre jöttem föl, nem? Igen, itt verte be majdnem a fejét CJ. És itt nem volt? Csak megéri visszatérni. 40. a kinkes elvesen is, de megvan. 41. Ez már egy picivel egyszerűbb, ugyanis ahol van ez a kalózhajó. Anyád a madár. Az... ott van, ugye? Nem? Itt van. Itt van, kérlek szépen. Méghozzá valahol itt a sarkánál. Kéne, hogy bujtokoljon, ami ott van. Ne egyél meg. Hát, megyek is. Cső. Így van. 42. Na, ehhez kell... Jaj, pálmafa. Ehhez kell elmenni. És a szomszédba... Stehmá. És ez pedig valahol itt a vízesés alatt. Vízesés alatt. Ne, felvettem egy osztrigát. Nyajásod. Nem, itt van. Ne csináld már velem. És miattad felvettem egy osztrigát. Borzasztó vagyok. Nem sok mindent látni. Már pedig ennek valahol itt kéne lenni. Ott van a zsivány. Meg vagy te, genyap? 42, illetve a 43. Köszönöm, hogy irányba állítottál. Az meg most a... Álltok. Valami folyamatosan harap, lehet, hogy kedvás vagyok. Most azt nem tudom, hogy ez ennek fönt a tetején, vagy... Na mindegy, nem is kell tudnom, mert megtaláltam. Jó van, 43.
44. Megint csak ide a szomszédba utazunk, a Starfish Casinóhoz. Így van. És ennek tetejébe, még ráadásul, valahol, lassan ereszkedj CJ. Nem, ott egy fegyver. Fegyver, csak fegyver van, ennyi? Az új nagy hiba. Akkor valahol, mondjuk a másik sarkába. Nem. Nem. Kukucs, nem. Hello. Hello. Ja, itt nincs már semmi. Ne halózzak itt. De, ó. Oh. Na jó van. Mindegy, megvan a 44. is. Bár erre nem gondoltam, hogy ez pont itt van. 45. Átruccanunk megint a szomszédba. Egészen ide a Clucking Bellig. Amit megint... De most tudom megint, hát így rutinból már erre mozgok. 45. 46. Van ez a kis parkocska itt fölöttünk. Oda kell menni, és akkor ott lesz valamelyik lépcső feljárón. Talán. Vagy... Oh! De jó, hogy ez nem igazi. Csak kamu. Még följebb, mennyi. De várja, nem jó irányba jövök mi. A zöld park az nem ott van. A zöld parkhoz kell elmenni. És ez meg itt van, itt hagytam el az előbb. Aj, édes Istenem. Park hátán parkon. Így. Nyugi. Ja nem tudom, hogy hol van. Tudom, hogy hol van, megvan. 46. 47. Így van. Ez pedig itt lesz. Vagy itt a híd alatt. Margit híd alatt. Nem ez a Margit híd alatt. Nem el kis CJ, még nyugi. Vagy... Jaj, várjatok már. Hanem itt. Vagy... Nem. Akkor viszont... Engedj már el. Itt sem. Nincs semmi. Nem jó irányba vagyok, vagy mi van? Itt kell ennek lennie. Itt kéne pedig lennie valahol ezen a rész. Néha szivatom saját magam. 47. Na akkor 48. Ah, bocsánat. Ah, még a sípom is befüled. Jaj. Hú, de kellett már. Az anyja 700-et. Na. Közben jövünk a 48-ért. Ami hello, oh girls, ez igen. És vagy itt lesz valahol, vagy a kaszinó jel mögött. Mert miért is ne lenne, nem is mögötte, előtte van. 48. 49. Nem kell megint túl sokat mennünk. Át fogom bírni repülni, remélem. Így van, CJ. Egészen csak ide.
Ennek pedig itten valaki kéne lenni. Na, itt van bizony 49, és akkor az 50. Megint nem kell túl messzire mennünk, ugyanis... Igen, 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 ennek valahol itt kéne lennie. Nem igazán van itt. Aj, ezek a házas témák mindig úgy be tudnak zavarni. Közötte? Nem. Fent, rajta. Nem. Nehogy már az 50. pont ne találjuk meg. Na. Hát akkor fiúk, lányok, pedig annak, ennek muszáj lenne, hogy itt legyen. Végig daráljuk itt a virágágyást. Semmi. Ezen is végig dzsasztatunk, semmi. Ne csináld már. Valamelyik ilyen háznál van, biztos vagyok benne. Egészen biztosan halvány fogalmam sincs, hogy melyiken van már. Ez az utolsó kell, ne legyél már ilyen szigorú GTA. Nem. Nem, a galambokra majdnem azt hittem, hogy az az, de az nem az. Itt sem nagyon akar lenni. Körbenézzünk minden tizetesen. Ez az egy, az úgy néz ki, hogy szivat minket. Szimmat szatyor. Tetőn nem volt, ugye? Világos, ott nem. Itt sem igazán akar lenni. Pedig ennek muszáj, hogy itt legyen valahol. Na de hol? Ajaj, várjatok, hát még itt is van egy ház. Nem, hát ez hiába van itt, ennél sincs, úgyhogy... Fú, srácok! Úristen! Gyerekek, én olyan hülye vagyok, mint amilyennek látszok. Én mindig itt kerestem. Ennél a kibaszott háznál. Na de, nem a háznál kell keresni, ha ne legyél te is olyan hülye, mint én. Hanem bejössz szépen az alagútba, és itt lesz. Ennyi. Ha nem erről lenne szó. Na jó van, srácok. Ó, csak kikínlódtam. Hát a következő részben lehet, hogy jönnek az osztrigák, remélem annál nem fogok ennyit szerencsétlenkedni. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok föl, hogy nem maradjatok le a következőről sem. Jó pihenés nektek!